Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is, mintha sok egyes volna az irkában, hanem ezek maguk számolódnak, és csodálkozik mód felett az irka, hogy mindegyik csak magára gondol. Külön akar lenni a többinek, s oktalanul, külön hatványozó, pedig csinálhatja a végtelenség, az egy, miformán mindig csak egy, és nem szóhoz az egyforma, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dolgokhoz lássatok. Körülbelül 22 évvel ezelőtt szántam el magamat erre az estre, és azóta a formája ugyanaz, de a versek kibe kerülnek. Körülbelül 140 verset gyűjtöttem össze két antológiából, 20. századi istenkereső antológiából. Volt közöttük, amit tudtam, volt, amit később tanultam meg, volt, amit 16 év után mertem először elmondani. Van közöttük olyan is, amitből csak részletet mondok, még az egészet mindig nem merem elmondani. Van, amit 4,5 év után mondtam el, mert megért. Volt, amit gyerekkorom óta is mondtam, és mégis körülbelül kellett hozzá 40 év, mire igazából megértsem, és bekerüljön az estbe. Ennek az volt az apropója, hogy történt velem akkor egy lelki fordulat, és liberális keresztényből tényleg keresztény lehettem. Eldobtam a liberalizmust, legalábbis igyekeztem, és azóta is. És akkor kimertem állni ezzel az esttel, és gondoltam, ha már lesz egy ilyen irodalmi est, ami egészen szabad úgy mondanom különleges, abból a szempontból, hogy ezt nem nagyon szokták egy estben tálalni, akkor arra gondoltam, hogy nagy kedvencem Latinovics Zoltánnak a Balassi estjéhez hasonló szerkezetet használok, és az ő verset mondani könyvének az elején levő ábrának a hármas szerkezetét sokáig tanulmányoztam. Még volt szerencsém látni az ő Balassi estjét, ugye Balassi is nagy istenes költő volt, aminek a szerkezetét használom ebben az estben is. Az est során, mint ahogy szó volt róla, a 20. század költőinek istenkereső művei voltak hallhatóak. Felmerülhet a kérdés, van-e kötődés egy-egy költőhöz? A vers szerető embereknek bizonyára van. Van olyan, akinek költészete nagyon közel álló, egyfajta láthatatlan kapcsolat. Hogy ne lenne. Részben a színművészeti főiskola annak idején tananyag volt, nem kifejezetten így, hogy istenkereső költészet, de hát akkor is megtapasztalhattuk, hogy milyen istenes költőink voltak a 20. században. Természetesen van közöttük olyan, aki nem csak istenes verseket írt, sajnos, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Katolikus létemre talán a református Aditól tudom a legtöbb verset, és az ő istentelen verseit, szabad vagy nem istenes verseit, azokat nem nagyon mondom mostanában. Azokat tanultuk egyébként az iskolába, de az istenes versei a Sionhegy alatt máshol is, a Sionhegy alatt kötetben nagyon sok istenes verse van, azok is bekerültek, de Babics vagy Pilinszky, akinek talán nincs is istentelen verse, ők is bekerültek, vagy József Attila, aki nagyon istenes költő volt. Volt egy másfél éves időszaka, amikor a kommunista párt tagja volt, és még amíg onnan ki nem lépett, abban az időben is nagyszerű verseket ír, nagy humanista verseket ír, de kifejezetten istenes verseket nem írt. De hát legyünk büszkék rá, hogy a 20. századi magyar istenkereső költészet nagyon ökumenikus, és ahogy szoktam mondani, hogy a zöldségeshez is akkor szeret menni az ember, hogyha javát adják. Hát a java az nagyon istenes versekből van nála is, meg másoknál is. Pilinszky János, Sztávrogin visszatér. Nem gondoltak a rózsakertre, s elkövették, amit nem szabad. Ezentúl üldözöttek lesznek és magányosak, mint egy lepkegyűjtő. Üveg alá kerülnek valahány, üveg alá tüvegre szúrva, ragyog a lepketávok. Önök ragyognak, uraim? Félek, kérem a köpenyt. Bizonyára a nézőink is kíváncsiak arra, hogy van abszolút kedvenc? Van. Abszolút kedvenc volt Adi, és nincs okom rámondani, hogy továbbra is ne legyen.
Azt gondolom, hogy az utóbbi időben, ahogy az ember korosodik, bár korábban is ismertem a verseiket, Spilinszkit is nagyon megszerettem, és az ő verse is nagyon... De egyszer hazajött a fiam az iskolából, aki most már unokával is megörvendeztetett. Egyszer azt mondta, hogy apa, azt hiszem, hogy a világ két legnagyobb költője, Babics és Radnóti, és akkor én nagyon megöleltem. Én akkor addig ezzel nem nagyon gondolkoztam. De nem jár messze az igazságtól a fia, amikor hazajött és ezzel jött haza, hogy apa, azt hiszem, hogy a világ két legnagyobb költője, Babics és Radnóti. Ugye a Radnóti is nagy ökumenikus költő, mert izraelita volt, és aztán Sík Sándor, aki szintén zsidó származású, és a Piarista rendháznak, a rendtartománynak volt egy időben a vezetője, ő volt a keresztapja. Ezt még Fifikétől is tudom, a feleségétől, mert Szimiszetin tanított a Fifike, és egyszer találkoztam vele a Kerepesi temetőbe, és akkor rákérdeztem, hogy igaz-e, hogy... És mondta, hogy igaz, hogy a 33. születésnapján Radnótinak megkeresztelkedtek. És Radnótinak minden verse istenes vers. Az olyan evidencia, hogy nem is tudok mit mondani. Babics minden verse evidensen istenes vers. Olyan mély harmónia van a verseikben, tehát olyan bibliai és Arisztotelész poetikájának a harmóniája, ami az igazi kultúra. Mind a kettőnél tökéletes, szerintem. Ennél szebb verset nem választhatni, ami a szabad akaratból átköt a megtérésre, mert szabad akarat bölcs, alázatos használata metanoia a szellemi lelki fordulat alapja. Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy tél éjszakában. Régen, csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy tél éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálmista. Miként az idő úgy repült. Apa, fiú. Egy igen. Sem nem. Egymás mellett dalolva ültünk. És miként az idő úgy repült. Húsz éve. Gondolatban ott repül a számom az idő. És amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szám az éjjel.